nyitás márciustól vagy végleges bezárás. Sokan látják ilyen borúsnak a helyzetet a vendéglátóiparban. Segítség a diákoknak, a járvány ellenére ötszörösére emelnék a Tanítsunk Magyarországét programban résztvevők számát. Akcióterv a sertéspest is megfékezésére, hazánkban csak a vaddisznóban mutatható ki a kórokozó jelenléte. Az előző hetek csökkenése után a múlt héten országos átlagban ismét emelkedett a szennyvíz mintákban az új koronavírus örökítő anyagának koncentrációja. A vizsgálatok azt mutatják, hogy Debrecenben és Nyíregyházán növekvő értékeket mértek. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Mint az operatív törzs keddi tájékoztatóján elhangzott, lezárták az első két legveszélyeztetettebb célcsoport oltását, csütörtökön pedig elindul a legidősebbek oltása. A beérkezett kevesebb vakcina miatt újra kellett szervezni az oltási tervet. Keddre közben 578 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 369 ezer fölé nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Közülük mintegy 18 ezren élnek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az elhunytak száma 78-szal emelkedett. Minden tajszámmal rendelkező ember megkaphatja a koronavírus elleni védőoltást, függetlenül annak érvényességétől, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára egy képviselői kérdésre. Rétvári Bence azzal indokolta mindezt, hogy a járvány kezelése állami feladat, így az ezzel kapcsolatos költségeket az állam biztosítja. A politikus arra is kitért, hogy az oltás önkéntes, mindenképpen érdemes rá regisztrálni. Márciustól vagy kinyitnak az éttermek, vagy örökre bezárnak, kongatta meg a vészharangot a Magyar Gasztronómiai Egyesület. Egy másik szakmai szervezet, a fél évszázada működő Magyar Gasztronómiai Szövetség ugyancsak megoldásokat sürget, de nem látja ilyen borúsan a helyzetet. Folyamatos tárgyalásban vannak a kormányzattal. Az asztaloknál senki sem ül, üres az éttermi rész ebben a Baktalóránházi hotelben. A koronavírus elleni védekezés miatt november óta kizárólag az üzleti turizmus engedélyezett. Más célból nem fogadhatnak vendégeket a szállodák. Az éttermek pedig csak elvitelre szolgálhatnak ki. A korlátozó intézkedések miatt kiesett bevételek egyre nehezebb helyzetbe hozzák az ágazatban dolgozókat. A 2004-ben alakult Magyar Gasztronómiai Egyesület pontokba szedte, hogy milyen lépéseket javasol a súlyos helyzet megoldására. Többek között a helyiségdíjak átvállalása, a bértámogatások mértékének megemelése, az adó- és járuléktartozások elengedése vagy átütemezése, a teraszdíjak ingyenessége szerepel a javaslatok között. Azt is kérik, hogy legkésőbb márciustól fokozatosan kinyithassanak a járványügyi szabályok betartásával. Mi vállaljuk a legnagyobb részt ebből a védekezésből. Krivács András az ország egyik legrégebbi és legnagyobb vendéglátó szervezete, a Magyar Gasztronómiai Szövetség elnöke azt mondja, ők folyamatos kapcsolatban állnak az érintett vállalkozásokkal, így valós kép alapján tudják megfogalmazni javaslataikat. Nagyon nehéz mérni az adatokat, hogy milyen állapotban van a szektor. Mi méréseink azt mutatják, hogy egy hónapnál kevesebb tartalékkal rendelkeznek azok a kollégák, akik még most jelen pillanatban a piacon vannak. Úgy számolnak, hogy a szektor 40%-a teljesen leállt. További 40%-a csak minimális mértékben működik, míg mindössze 20%-a volt képes megtartani munkavállalóit. Az általuk javasolt állami bértámogatás mellett is a szektorban dolgozók létszáma a 2019-es 300 ezerről 100 ezerre esett vissza. A nehéz helyzetük ellenére csak akkor szeretnének kinyitni, amikor a járványhelyzet ezt lehetővé teszi. Semmi gazdasági érdek nem írhatja felül az embereknek az életét és az emberi életvédelmét. Bármennyire is fáj, bármennyire is rossz nem vendégül látni a vendégeinket, tudomásul kell vennünk, hogy valamilyen protokoll szerint, és itt látom a nagy hibát, mikor azt mondom, hogy valamilyen protokoll szerint vannak ezek a korlátozások. Négy lépéses javaslatcsomagot állítottak össze, amelyben kitértek a maszk használatra, a dolgozók és a vendégek higiénes környezetére, valamint a maximális létszámra. A járvány ellenére ötszörösére emelnék a Tanítsunk Magyarországét programban résztvevők számát, míg a tavaly őszi induláskor 400 mentor segítette az általános iskolák 7-es és 8-os diákjait, addig idén őszre 2000-re emelnék a programban dolgozó egyetemisták létszámát. Tudjátok, hogy miért van ez a lyukra
A Michelin nyíregyházi gyárát mutatták meg 13 nyírkarászi fiatalnak tavaly októberben a cégvezetői. Az általános iskolások a Tanítsunk Magyarországért programban vesznek részt. A rendszer lényege, hogy egyetemisták és tavaly októbertől cégek segítenek nehéz körülmények között élő hetedikeseknek és nyolcadikosoknak a tanulásban és a pályaválasztásban. 2020 őszén országosan 400 mentor segített 1600 fiatalt. Februártól a korábbinál nagyobb létszámban 600 mentorral, szeptembertől pedig 2000 mentorral folytatódik az országos program. Erről beszél György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára a Kölcsei Televíziónak. Egyeztettünk az egyetemekkel, az egyetemek vezetőivel, a Nyíregyházi Egyetem rektorával is egyeztettünk, és a programot vezetővel is, hogy ezt a programot fölfuttassuk, nagyságrendet váltsunk, és minél előbb elérjük azt, hogy 2000 mentor van a programban. Én félben mondom, hogy szerintem szeptemberben már 1000-nél több mentor lesz a programban, még az is lehet, hogy a 2000-et is megközelítjük. A fiatalok a gumigyár mellett a Kölcsei Televízió stúdiójában is vendégeskedtek tavaly. Itt a műsorkészítés rejtelmeit ismerhették meg. A program szervezői a járvány elleni védekezésre is gondoltak, csak érvényes negatív PCR-teszt birtokában dolgozhatnak a mentorok, így óvják meg a végzős általános iskolásokat a fertőzéstől. Csak negatív teszt birtokában találkozhatnak a mentorátjaikkal, kapnak maszkot és kaptak kézfertőtlenítőt is, és kaptak egy útmutatót is ahhoz, hogy tudják, hogy hogyan tudnak úgy biztonságosan személyesen mentorálni, hogy a fertőzés kockázatát szinte nullára minimalizáljuk. Nem csak a fiatalokat, de a járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat is támogatják az állami programok. Arra még várni kell, hogy tömegek fürdőzzenek a Gergely-Ugornyai Tiszaparton. A koronavírus elleni korlátozó intézkedések ugyanis leginkább a turisztikai vállalkozásokat sújtják. György László azt mondta, hogy felméréseik szerint a magyar családok 80%-a tervez idén-nyáron nyaralást, többségük belföldön, így van remény az ezekben az ágazatokban működő cégeknek is. Ezekkel a számokkal számolunk, akkor minden korlátozásokkal érintett szektor, ha vállalkozói kitartanak, ki tudnak tartani, ehhez megadjuk a támogatásokat, ágazati bértámogatás, hitelmoratórium és 0%-os hitelek formájában, valamint adókedvezmények formájában, ha kitartanak, akkor utána azt gondolom, hogy még a korábbinál is egy sokkal ígéretesebb időszak vár rájuk. Vannak ellenben olyan ágazatok, amelyeket alig érintett a járvány. 26 ezerrel többen dolgoznak az IT-szektorban, 16 ezerrel többen az építőiparban, és 20 ezerrel többen a tudományos technológiai ágazatokban. György László államtitkár arról is beszélt, hogy a tavaly indított gazdaságvédelmi intézkedésekkel 1,5 millió munkahelyet sikerült megőrizni és megvédeni. Az idei évben pedig a gazdaságvédelem helyett a gazdaság újraindítására helyezik a hangsúlyt, amelyben egy 6000 milliárd forintos állami forrásról már döntött is a kormány. Kevesli a nyugdíj 3 és a minimálbér 4%-os emelését az MSZP. Mint a párt elnökségi tagja keddi sajtótájékoztatóján elmondta, az infláció várhatóan meghaladja majd az emelés mértékét, így az érintettek számára nem jelent segítséget az intézkedés. Halmi József szerint a közfoglalkoztatottak bérét is jelentősen emelni kellett volna. Felháborítónak tartom a közmunkabér 76 forintját úgy, napi nettó 76 forint emelését, úgyhogy 4 éven keresztül egyáltalán nem emelték, mindig azt vallották, hogy ebből meg lehet élni. Én azt gondolom, hogy 76 forintból 21 dekal kenyeret lehet venni, ebből nem lehet megélni, és ez nem számít emelésnek, miközben 2019-ben az önkormányzati választásra jutalmat kaptak a közmunkások, egy kicsit kampányszaga volt az egésznek, be volt lengetve az őszbe egy komolyabb béremelés a közmunkások esetében. Ez nem történt meg, én azt látom, hogy a kormány bőkezűsége az elsősorban a barátoknak való pénzosztás, Mészáros, Tiborcs, Szíj, és sorolhatnánk mindazokat, és az emberek nála nem számítanak. Magyarországon jelenleg csak vaddisznóban mutatható ki az afrikai sertéspestis jelenléte. A vírus ezen típusa csak a vaddisznóra és a házi sertésre jelent veszélyt, közegészségügyi jelentősége nincs. Az általa okozott közvetett és közvetlen kár is nagy, hiszen a korlátozó intézkedések hatással vannak például a sertéshús készítményekre is.
Szabolcsnál Bereg megye teljes területe afrikai sertéspest is fertőzöttnek minősül a vaddisznók tekintetében. 2018-ban megyénk az első között volt, ahol megjelent a járvány. Ugyan több száz állatban mutatták ki a kórokozót, az időben meghozott intézkedéseknek köszönhetően eddig sikerült meggátolni, hogy a házi sertés ráterjedjen. A természetben nagyon sokáig ellenálló, sokáig túlél, fertőzőképes marad, akár 7-8 hónap is lehet normális körülmények között, de például fagyasztott húsban évekig tud fertőzőképes maradni a vírus. Ezért van nagyon nagy jelentősége a természetes, tehát a közvetlen terjedésen, állatról állatra történő terjedésen kívül a ragályfogó tárgyakkal, ember közvetítésével létrejött közvetett fertőzésnek is. Ezt a közvetett fertőzési láncot kell megszakítani ahhoz, hogy a házi sertésben ne kerüljön be a vírus. Az állatok között terjedő betegség világszerte hatalmas károkat okoz, ezért fontos, hogy szigorúbb ellenőrzés alatt tudják tartani, és mielőbb felszámolhassák az Európai Unió területén. Minden tagállamot a vaddisznó állomány szabályozásáról szóló nemzeti akcióterv összeállítására kötelez az EU-s afrikai sertéspesti tragédia tavaly áprilisi módosítása. A hazai vadgazdálkodási célú akcióterv néhány napja jelent meg. A mentesítési tervben megtalálható eszközök, végrehajtási eszközök, intézkedéseknek a kifejtését tartalmaz. Azaz azt, hogy hogyan lehet elérni azt a célt, amelyel meg lehet akadályozni a természetes terjedést, azaz a gyérítésen milyen eszközök vannak. 2005. február 28-áig kell fél állat per hektár szintet elérni. A tudomány mostani állása szerint ez alatt a állománysűrűség alatt már önállóan is kipusztulhat a vírus, illetve meghatározza azokat a lehetőségeket, ahogy a területen az állománybecslést be lehet hajtani, a érítésnek a különböző formáival kapcsolatban ad tájékoztatást, segítséget a vadászatra jogosultaknak. Mivel a vírus maga könnyen átvihető, a kockázat óriási, főleg azokon a területeken, ahol a nagy vaddisznó sűrűség egyezik a nagy házi sertés létszámmal is. A nem megfelelően kezelt takarmánnyal, alommal, de a vadászati ruhákkal, csizmával, sőt akár gépjárművel is könnyen továbbvihető a betegség. Ennek megakadályozása érdekében folyamatosan tájékoztatják a gazdákat, és felhívják a figyelmüket a megelőzés fontosságára. Az Európai Bizottság tavalyi felmérése szerint Magyarország európai viszonylatban az első öt között van az emberkereskedelem áldozatainak száma alapján. Az országon belül Borsoda, Bajúz, Zemplén, Baranya és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a leginkább érintett. Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete 2019-ben világszerte 20 és 40 millió fő közé becsülte a valamilyen típusú rabszolgasságban élők számát. Jelenleg is több emberkereskedelmet érintő ügyben van eljárás a megyei és a városi kapitányságon is. Nem feltétlenül azért van ez így, mert nőttek az esetszámok, inkább azért, mert egyre többen fordulnak a hatóságokhoz és kérnek segítséget. Ez egy évekre visszanyúló prevenciós tevékenység eredménye. Azért azt ne felejtsük el, hogy az emberkereskedelemről, ha beszélünk, akkor nem csupán a prostitúciót, ha a szexuális kizsákmányolásról beszélünk, hanem a munkacélű kizsákmányolásról is, tehát a kényszermunkáról például, vagy a gyerekmunkáról, illetve egyéb kizsákmányolás, például az adós rabszolgaság, és sajnos mind a hárommal találkoztunk az elmúlt időszakban, ha nem is a megyében, de kis hazánkban, illetve hát nyilvánvalóan a külföldre visznek ki magyar munkavállalókat, akkor az ő esetükben is volt több olyan az elmúlt években, amikor is kihasználták őket, embertelen körülmények közt tartották őket, a szálláshelyre volt amilyen, nem kapták meg a bérüket, nem volt munkaszerződésük, és úgy általánosságban a munkavállalókat megillető jogaikat nem tudták gyakorolni. Tehát ez egy összetett dolog, de tény is való, hogy a prostitúció és a szexuális célú kizsákmányolás az kéz a kézben jár, ha emberkereskedelemről beszélünk. Többségében a halmozottan hátrányos helyzetű településekről, családokból kerülnek ki ezek a személyek, illetve nevelő otthonokból, többségében fiatal lányok. Nagyon nagy a látencia, sokszor a sértettek jelentik, ha már nem bírják tovább, illetve a rendőrségnek is van egy szűrője, rálátása, és egy-egy szervezet leleplezésekor derül fény az ilyen esetekre. Civil szervezetekkel is együttműködnek, amelyekhez fordulhatnak a sértettek. Országosan is, meg a megyében is azért nagyon sokan tesznek annak érdekében, hogy az emberkereskedelem ellen ténylegesen fellépjenek, illetve segítséget nyújtsanak ezeknek az áldozatoknak. Itt azért megemlíteném a Fehérgyűrű Közhasznú Egyesületet,
vagy a Segítőkéz 2003 Szociális Egyesületet, illetve a Baptista Szeretett Szolgálatnak, meg a Református Szeretett Szolgálatnak vannak különböző képviseleteik, elérhetőségeik. Ténylegesen közreműködnek egyébként itt a, ezeknek az áldozatoknak a megsegítésében, és ezt tényleg úgy gondoljuk el, hogy ténylegesen kézzelfogható segítség, tehát nem csak az, hogy segítséget nyújtanak, akár pénzügyi segítséget, vagy jogi segítséget biztosítanak, hanem akár a védett szálláshely biztosítása pontosan annak érdekében, hogy az áldozat az kikerüljön ebből a körből, és hogy ne tudja megkeresni az elkövetőhozói futtatója. A BTK meglehetősen szigorúan szankcionálja az ilyen jellegű cselekedeteket, amelyek büntetnek számítanak, tehát elég hosszú büntetési idővel számolhatnak az elkövetők, amit általában fegyházban kell letölteni. Azonban ez sem bizonyul sajnos megfelelő visszatartó erőnek, hiszen maga a tevékenység a folytatóinak óriási jövedelmet jelent. Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetének 2014-es felmérése szerint az emberkereskedelem évente világszerte 150 milliárd dolláros hasznot termel a bűnözőknek, ezen belül is 100 milliárd dollár a szexuális kizsákmányolásból származik. A labdarúgó NB3 keleti csoportjának 9. helyén várja a tavaszi folytatást a Kisvárda második csapata. A Kocsis János által irányított együttes szeretne előrébb lépni a tabellán, de a fő cél az, hogy minél több játékost készítsenek fel az NB1-es csapatban való szereplésre. Az elmúlt szezonban csak a Sínyői csapat képviselte a megyét a labdarúgó NB3-ban, a 2020-21-es idényben azonban élve a lehetőséggel az NB1-es Kisvárda is elindította második csapatát a harmadosztályban. A Várda 2 Szabó Balázzsal a kispadján vágott neki a bajnokságnak, majd menet közben Kocsis János vette át a szakmai munka irányítását. Az utolsó két őszi meccsét ugyan elveszítette a csapat, de 8 győzelemmel, 7 döntetlennel és 6 vereséggel a mezőny első felében a 9. helyen zárt a Kisvárda. Körülbelül ez a realitása, hogy most állunk a táblázaton. Igaz, hogy az utolsó két mérkőzést elrontottuk, mivel mind a kétszer vereséget szenvedtünk, de talán azzal be is csaptuk volna magunkat, hogyha esetleg 4.-5. helyen állnánk. Úgyhogy szerintem ez a reális, és innen kell a bajnokság végére olyan teljesítmény nyújtani, hogy tudjunk följebb kerülni a táblázatba. Keretünk létszáma az 25-28 fő, tehát rengetegen vagyunk, nagyon sok próbajátékosunk van, és a saját utánpótlásunkban nagyon sok fiatal edz velünk. Ez a keret azt gondolom, hogy még fog változni, és természetesen ugye az első csapattól is szinte mindig kapunk játékosokat, és mi is adtunk föl. Úgyhogy mozgásban van a keretünk, de én nagyon bízom benne, hogy fogunk tudni azért igazolni 2-3 olyan embert, aki erősítést tud jelenteni, és abban az esetben is már komoly ellenfelek tudunk lenni, hogyha esetleg a felnőtt csapattól nem kapunk plusz embert. Egy élvonalbeli klub második csapatánál kettős a cél, egyrészt az első csapat számára kell játékosokat nevelni, másrészt pedig a lehető legjobb eredmény elérésére kell törekedni. Az eredményesség mindenképp fontos, mivel az önbizalmat ad, meg erőt ad ahhoz, hogy lehessen dolgozni a következő héten, tehát arra mindig szükségünk van, de a klubon belül nekünk az a célunk, hogy tudjunk játékost feladni az első csapatnak, hogy minél több saját nevelési játékost tudjunk bemutatkozni az NB1-be, és a hosszú távú célunk pedig egyértelműen az, hogy egy idő után már azért a keret felét egy saját nevelésből kialakított kerettel tudjuk az NB1-et folytatni. Mint a klub sportigazgatója elmondta, reményeik szerint belátható időn belül saját nevelésű játékosok építhetik majd az NB1-es csapatot. Olyan lehetőség előtt van a klubunk, amely nagyon ritka a futballban, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen utat járom be egy klub, és 3-4 éven belül meghatározott céljaink vannak, középtávon is már, hogy hány saját nevelésű labdarúgónak kell a következő időszakban már a keretben lenni. Én úgy gondolom, hogy ezzel a munkával, ami ott zajlik, illetve az akadémiánkon, ami zajlik, tartható lesz ez a cél, és már a következőben, az éven is hozunk már fel az akadémiáról labdarúgót a keretbe. A következő években már a szurkolóink is láthatják majd, hogy mennyi tehetség van, és az is látszik, hogy az a nagyon kemény munka, amelyet belefektetünk, az meg fog térülni, és a játékosok pedig élvezik ezt. És úgy gondolom, nem csak az NB3-as, hanem a teljes akadémiai fejlődésünk példaértékű. A Kisvárda 2 már pályára lépett az ukrán FC Minaj, valamint egy minitornán a DVSC 2 és az Eger ellen. Kocsis János együttese február 28-án a második helyen álló Jászberény otthonában folytatja bajnoki szereplését. Zárásként érkezenek kiemelt híreink újra röviden.
Márciustól vagy kinyitnak az éttermek, vagy örökre bezárnak, kongatta meg a vészharangot a Magyar Gasztronómiai Egyesület. Egy másik szakmai szervezet, a fél évszázada működő Magyar Gasztronómiai Szövetség ugyancsak megoldásokat sürget, de nem látja ilyen borúsan a helyzetet. A szervezet elnöke televíziónknak azt nyilatkozta, folyamatos tárgyalásban vannak a kormányzattal. A járvány ellenére ötszörösére emelnék a Tanítsunk Magyarországét programban résztvevők számát, míg a tavaly őszi induláskor 400 mentor segítette az általános iskolák 7-es és 8-os diákjait, addig idén őszre 2000-re emelnék a programban dolgozó egyetemisták létszámát. Egyetemisták és cégek tavaly októbertől segítik a nehéz körülmények között élő fiatalokat a tanulásban és a pályaválasztásban. Magyarországon jelenleg csak vaddisznóban mutatható ki az afrikai sertéspestis jelenléte. A vírus ezen típusa csak a vaddisznóra és a házi sertésre jelent veszélyt, közegészségügyi jelentősége nincs. Az Európai Unió minden tagállamát a vaddisznó állomány szabályozásáról szóló nemzeti akcióterv összeállítására kötelezi. A hazai vadgazdálkodási célú akcióterv néhány napja jelent meg. Eddig tartott a Kölcsei Televízió híradója február 2-án kedden, weboldalunkon minden tudósításunk visszanézhető, friss hírekért pedig tartsanak velünk szerda este is. Kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerda reggelig túlnyomóan borult lesz az ég, kezdetben párás lesz a levegő, majd fokozatosan kitisztul az idő. Szorványosan gyenge eső előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +2 fok között alakul. Napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, eső többször is előfordulhat. A szél időnként megélénkül. A levegő délutánra 4 és 10 fok közé melegszik. Csütörtökön felszakadozik a felhőzet, megszűnik a csapadék, időjárásunk pedig inkább a tavaszt idézi majd, mivel általában 10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk. Ezt követően változékonyabb, kissé csapadékosabb idő várható, ám továbbra is a sok évi átlag felett alakul a hőmérséklet.